Sziasztok gyerekek! Megérkezett az új challenge kihívója, aki nem más, mint András. Honnan érkeztél, András? Püspök Ladányból érkezett, Gyuszi ellen, mivel ő jelentkezett erre a challenge-re, ami tartalmaz egy kemábulgárt, egy marha húsos, tojásos, békönös hamburgerre, illetve egy spárta erejére, ami 300 szigonnyal van. Így van, annyi van benne. Úgyhogy egy fél percet várunk, maradjatok itt a videóba, és akkor kezdődik a challenge. 15 perc áll rendelkezésére a két versenyzőnek, hogy elfogyassza, hogy elpusztítsa a 32 cm-es pizzát, illetve a kemábúrgert és egy fél literes Coca-Colát. Aki nyilván hamarabb elfogyassza, a nyertes. Azt kell mondanom, hogy a benevezési díj az 6000 forint, tehát hogyha András megnyeri, akkor nem kell kifizetni, még plusz még 10.000 forinttal gazdagabb lesz. Na, hogy áll a hőmérséklet a pizzának, uram? Nézze meg. Atya világ. Meleg? Tűz forró. Hát, ez van. András hamarabb kapta. Az övé az jó. De muszáj megvárnunk, mert azért nem szeretnénk azt, hogy lábaként fogyassza el Gyuszi a pizzát. Na, írjátok meg közben kommentben, hogy szerintetek ki fog győzni. Azért nem szabad alábecsülni a kihívót, mert nem tudhassuk, hogy ki milyen tehetséggel rendelkezik. De én szerintem a győztes fog győzni. Igen. Szerinted Brigi ki fog győzni? Hát nem tudom. Szerintem Bandi. Bandi? Hogy érzed? Bandi. Ki győzni? Szerinted? Nem tudom. Majd kiderül. Majd, hát ki fog derülni. Ha nem győzni, akkor be kell. Akkor katya. Ha levennéd ezt a sapkát, nem... Biztos, hogy nem, mert nagyon csúnya hajam. De így is az vagy, tesom. Ja, csak vicceltem. De úgy nézel, mint egy betörő. Nem baj, tesom. Leonidas vagyok, érted? Ja, téli verzióba. Így van, meg visses. Nos, ez a challenge még tart két hétig, gyerekek, aztán változtatunk a challenge-en. Azután áttérünk a giroszra, arra is lehet jelentkezni. Várunk szeretettel. Még kell kezdesz. Tehát úgy szerintem akkor a hamburgerre, nem? Mert amire a hamburgert megesszük, szerintem hűl ez egy kicsit, vagy még kezdhessük a pizzával is, de hűltem egy kicsit, mert tűz fel. Hát az a helyzet, hogy ő annyival indul hátrányba, hogy ő kapta meg az utolsó pizzát, tehát neki sült ki legutoljára, Andrásnak hamarabb, úgyhogy kicsit melegebb lett a pizza. Tűz forró. Megfoghatom? Persze. Hát ez tényleg nagyon meleg. Nem baj az! Aha. Nem baj az! Jégkockát esetleg? Tegyél már rá mindegyikre egyet. Kezdtek akkor a hamburgerrel? Kezdjetek a hamburgerrel, jó? Nem? Jó, pizza is mindegy, amelyiket szeretnél. Na most akkor melyik kell? Az nagyon forró. Az nagyon meleg. Melyik kell akartok? Ja. Öntsétek el. Hamburger! Jó, Briginek igaza van, hölgyeké az elsőbség, legyen akkor a hamburger, jó? Igen. Akkor számolunk vissza, Brigit megkérnénk szépen nagy tisztelettel, hogy segítsen a stopper óra elindításában. Jó, visszaszámolunk. 3, 2, 1, 0. Elindult, gyerekek? Na nézzük, hogy ki milyen tempóval indult. Az a helyzet, hogy Gyuszi nem evett még ma, és most 5:30 van. Igen. Vagy ettél? Evett, 2 óra muszája. Igen? Igen. Akkor nem jól értesültem. Nézzük Andrást, hol tart. Hát azért már ott egy fél hamburger. Ja, itt a víz, való víz, a kóla. Segíthet el neki nyugodtan? Segíthet el? Atya világ, Gyuszi az nagy erőkkel neki lendült. Gyuszi, nem szeretnél énekelni? Na, az a helyzet, hogy... Szoros. Hát azért így van, forma-forma. Yeah. Nagyon forma-forma. Gyerünk, Percy! Gyerünk, Percy! Percynek elfogyott a hamburger, a Kemál burger, meg Mike krémezte, gyerekek! Atya világ! És most neki áll a, hát még mondhatom, hogy forró pizzának. Nem baj. Nem baj, nem baj, még behozhassa. Például, hogy szívinfarktus kap, vagy valamit, akkor... Szerintem esélytelen.
Még négyesével, atya, és tegnap, gyerekek, tegnap versenyzett. Tegnap, ugyanúgy, és megevett egy 32 cm-es pizzát, egy kemáburgert, illetve egy nagy üdítőt, és még egy tál levest, és még azelőtt egy tál girosz tálat megnyomott, meg még négy szelet pizzát. Hatalmas. Na nézzük akkor az állás pozíciókat. Egy pizza, kettő pizza Andrásnál, itt meg egy fél pizza lassan. Na, én szerintem lehet, hogy Gyuszi most el fogja bukni. Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy kettesével. Azt kell, hogy mondjam, hogy eddig mondhatom, hogy a vitathatatlan, tehát még nem győzte le senkit, senki nem győzte le még Gyuszit. Majd te fogod? Tényleg? Kihívod? Hát jó, most ne. Most biztos, hogy győznél. Az a helyzet, hogy addig megy, tehát a kólát is meg kell inni, igen. De feladás, ha valaki feladja, akkor... Ja. Mi? Elhagy! Atya, Bile, láttátok azt? Az volt, hogy két pizza, egy ilyen, azt a betyár mindenit. Isten. Kinek szurkol szívem? András, gyerünk, András! András, na, hopp. Nem szurk, András. Várjál, mert beindult András, és azért nézed, csak már két szelet maradt, és most két szeletet fog a kezében. Hát, forma-forma lesz itt, várjatok csak. Pihenjél, Gyuszi! Nézzük közben! Te... 3 perc! Úristen, és megint ott vagyunk, mint tegnap. Azért 3 perc, 3,5 perc. És már ott tartunk, hogy majdnem elfogyasztották. Amúgy, jó, András, se kell azért alá becsülni, mert ez is rém sok, én egy hamburgertől meghalnénk amúgy. Ennyi, úgyhogy nagyon tehetséges ő is. Nyomjad. Hogy érzed magad az intézetben? Koncentrál. Na nézzük akkor a kóla. Az több mint a fele elfogyott. Ja, megnézzük. Nem nyugodtan, nyomjad. Andrásnak, hát a felétől egy kicsit eltöbb. Az már tényleg nem sok. És várjunk, kapott. És az a helyzet, hogy még a kukoricát, meg a kukoricát is meg kell enni. És azt kell, hogy mondjam, hogy Még nem döntődött el, bármi lehet Gyulával. Gyulával? Bármi lehet, amit lenyelte. 4-5 perc alatt. Gyerekek, 5 perc. Igen. 5 perc, egy 32 centis pizza, egy hatalmas kemáburger és egy fél literes Coca-Cola. És majd amikor lenyelte, akkor fogja elnyerni a győzelmet. De mi ez a csend? És megnyerte. Bravo, bravo, bravo. A nyertes szintén a vitathatatlan erdélyi Gyuszi Szabolcsból. Bravo, szi. És köszönjük szépen Andrásnak is a lehetőséget. Meg volt benne is a versenyszellem. Úgyhogy ezt így kellett csinálni. Igen. És már igen, meg nem néztem megint az időt. Szerintem 5 perc, 5-20 ott körül ment el. Várjuk a következő versenyzőt. Nagy szeretettel. Köszönjük szépen, Brigé, hogy eljöttetek Püspökladányból. Millió puszi nektek. Van még valami kaja fent? Mi? Van még valami kaja fent? Persze. Úristen. Hát elfogyott.
Azt kell, mondjam, elfogyott a pizza. Semmi baj, mindjárt hozunk törlőt. Niki? Hozzá már ki törlőt. Van ott? Van, mindjárt megy feltörő. Hagyjad már, megy majd ő. Atya világ. Úristen, kolbászt eszik meg egy. Úristen, ülj oda le! Ülj vissza! Mit eszel? Kolbászt, kenyér! Úristen, gyerekek! Jaj! Atya világ! A vitathatatlan erdélyi Gyuszi! Bravo! Bravo, 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 bravo! Hát, itt volt az a továbbra is jó, itt vágyat, Gyuszi. Nincs rászó. A papírt azt ne edd meg. Jó, itt vágyat a vendégeinket is. Na, még egyszer köszönjük szépen, András, hogy eljöttetek, Isten áldással legyen rajtatok, úgyhogy várunk mindenkit, aki szeretne jelentkezni erre a challenge-re, írjatok nekünk. Szecska megszomlad! Bíztam benne! Hát, hogy ne! Bíztam. Millió puszi mindenkinek, ölelés, köszönj el! Sziasztok! 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 Sziasztok!